İşte aztán akkor felhívom a korruptomat, hogy sürgessem egy kicsit a dolgokat, hogy vegye rá itt a bátyust, hogy hozzászerelni az autóit valahogyan. Aha, fullos, fullos, jó, akkor addig úgyis még idemünk átöltözünk, meg ilyesmi. Jó, addig. És akkor utána meg fel. Kigorulunk ide, majd valahol szembe, aztán ja, addig kint ott szerintem várunk. A telep előtt a szembe ja. Álljatok meg. Ja. Aztán úgyis, hogyha bejön, megszereli, akkor infózom, hogy milyen autóval van. Jó, azt mindenképpen és kérem. És aztán jó. Felhívlak. Jó, király, jó. Akkor el is megyünk szerintem átöltözni, meg ilyesmi. És akkor jövünk ide, aztán majd jön, amikor jön. Jó. Oké, rajta megvárjuk. Vagyok a dolgokon. Jó van, fullos, jó. Köszi. Na, jó, jövünk akkor mindjárt. Király. Bobby, minden oké? Értető volt? Aha. Alright. Hozzatok magatokkal valami villámrobotot. Az van. Jó, király. Na jó van, akkor írok, hogyha itt vagyunk, jó? Jó, oké. Jó, köszi. Csöcső, sziasztok. Hello. Na, Bobby, akkor szóval erről van szó. Majd meglátjuk, majd meg megdumáljuk. Menjünk el a házhoz menjünk el. Oké. Aztán utána arra gondoltam, hogy jövünk vissza, akkor ezzel a kocsival jövünk vissza, amiben vagyok. Jó. Mit szólsz, mert ez nem olyan izé. Vagy hozzunk izé kocsit, szerinted? Céges kocsit? Csak az kéne lehet, nem? Nem tudom. Na, jó lesz ez a zöld, jó lesz ez. Jaj. Nem kell itt szarakodni ezzel. Tiedet letesszük. Uh-huh. Hát ne legyen az, hogy összeszarja magát, vagy valami. Aztán remélem majd haza fog menni utána, ténylegesen. Tehát most akkor agyonként elődünk? Hogyha figyelj, megvan a laptop. Figyelj, ez az elképzelés, aztán majd meglátjuk, hogy most nem tudom még én sem, hogy lesz ez, mint lesz ez. De igen, a laptop a legfontosabb, az biztos. Azért gamer CT-t az, na. Igen, az nekem is úgy tetszene, maradjunk annyiban. Lenne egy normális autóm. Ja. Akkor okosság van nálad? Van. Helyes. De megnézzük, hogy mi van pontosan a kocsiban, vagy a lakásban, mert fogalmam nincs egyébként, őszinte leszek. Úgyhogy most megnézzük azt is. Lakás leálltál. Mármint izé, nem? Pityó, a krumpli. Arra gondoltam, igen. Jó. Egy darab rádiót berakunk vissza. Laptop. Van egy laptop amúgy. Azt is gondolom loptam valakitől, hogy valami ilyesmi lehet. 5 darab adásvételi, van 100 amúgy. Csak a céges amúgy. Ruha, ugye? Yeah. Jó. Csak legyen ott a céges ruhám, könyörgöm. De örülnék neki, ruhatár, ruhák. Akkor guruljunk el egy... Vagy menjünk ezzel szerinted? Hát nem tudom, maximum rejtőzködünk, vagy nekem mindegy. Jó, legyen akkor ez. Akkor elmegyünk egy garázshoz, pillanat. Nehogy az legyen, hogy valami... Ja. Baszolgatót hoz ki aztán. Na, akkor menjünk vissza a Redline-hoz. Jó. Akkor... Jelöltem. Ja, jó, ott van mellette benzinkút. Ja. Arra gondoltam, hogyha
megcsináltuk a melót, akkor Bigitől megkérdezem ezt a pénzmosó dolgot. Ja, jó, jó. Hát, ha tudja. Na, hello, hello. Na, hello, hello. Na, figyelj, már itt van a Pali a telepen. Aha, mi is itt vagyunk kint. Jó, egy felje, mindjárt mondom, hogy sétálok, csak ne halljon meg. Okay. Hát ez lényegében egy fehér kedilek, ha jól látom. Kedilek közül éppen most szereltetnek. Jó, és fehér kedilek közül. Jó, köszi. Oké, majd őt kövessétek, akkor ilyen marsalos ruhában van benne a Pali. Még egyszer, bocs, még meg. Marsalos ruhában van benne a Pala. Jó, vettem, köszi szépen. Okay. Rajta leszünk. Oké, majd hívjatok, csacsa. Rendben, csöcső. Most mondd. Ráérünk még, hogy kimenjek egyet meditálni? Szerintem nyugodtan. Fehér kedilek lesz, vagy mi? Remélem nem most ment el a BMW, mindegy nem, akkor. Nem. Itt vagyok, remélem késtük le. Nem, szóltam neki, hogy kicsit tartsa fel, szerintem. Állj egy picikét hátrébb. Vagy előre, tehát most előre, zárom, tudod? Indítását. Azaz, és akkor fordulj meg. Na, hogy is oda tolass be a sarokba szerintem, vagy valahova itt, aha. Így jó lesz. Most írtam Bignek, hogy próbálja kicsit feltartani. Jó. Na, minden ready. Autó fullon. Kajapia fullon. Fasza. Fegyver, minden. Akarom mondani, kumpli. Igen. Aztán majd úgy kéne, hogy... hogy csak így csillesen kövesd. Tehát nyugodtan maradj majd le. Jaj. Ha megkérdezi, hogy miben járatunk, akkor meg erre van dolgunk, az haló. Persze. És akkor az elképzelés, hogyha a házához ér, hogyha oda megy, akkor... hát kiszállunk és korrá ordítunk fegyverre. És akkor szépen bemegyünk a házba. Jó. Azt majd ott majd intézzük a többit. Egyből rádiót, mindent el a faszomba, az haló. Így van. Aha. Csak csillesen. Mehetünk. És csak nyugodtan. Szépen nyugodtan. Nagyon jó vagy, Bobby. Betartja szabályokat a fiú. Előtte majd B-nek foglak hívni, jó? Tehát hogyha... Na jó. Te még nyugodtan szmoznak, ahogy a Tyler is hívott. BBC. Azaz. Jézus Mária. Szerintem chill, ja. Aha, megindult, jó. Ugye? Jó van. Mindig a gazdag negyed. Szerintem ilyen jól keresnek a zsaruk. Na most hol, hova? Nem láttad, merre ment? Ide ment be, ebbe. Itt a kapu, ez nyitva van szerintem. Jó, gyere. Krumplit elő? Na ne. Na figyelj, valahogy okosan kéne bemenni. Aha. Maradj itt. Innen se lehet. Nyitva van a kapu? Nyitva. Akkor menjünk be. Kocsi üres. Ja. Bemész hátulra? Megnézem elől, hogy mi van itt, vagy hátulja. Menj be a főbejáraton, hogyha nyitva van. Bemegyek itt az autó mellett. Láttam.
Konyha tiszta, a hátsó rész tiszta. Fasz. Jó, bemegyek. Gyere, ebbe bent vagyok ma. Mi a fasz? Mi van? Nem látom sehol, lent is üres volt. Itt lesz. Álljon meg, álljon meg. Jézusom. Álljon meg. Mit keresek? Szevasz, faszikám! Jó napot. Mit kerestek itt az én házamba? Először is adját minden szépen a kis társamnak. Minden, ami nálad van. Fegyvert, rádiót, ami telefon. Csak nálad van. Kurva gyorsan dobd el. Vagy add át neki, ahogy tetszik. Leteszem le az asztalra, jó? Inkább add át a társamnak, annak jobban örülnék. Jó, mit szólsz? Zsebembe. Jó, akkor ragd le az asztalra, az is jó, ragd le az asztalra. Ne próbálkozz semmi okossággal. Tessék, uraim, letettem. Mi, rendben mi, mit keresnek maguk itt? Vagy hogy jutottak be? Nem zártam volna be a garázs kaput? Vagy bejel... Semmit nem mit keresnek be. Itt? Jaj, csak kérem, ne bántsanak. Nem igazán zártad be az ajtót, faszikám, tehát hogy ez nem igazán sikerült. Se a bejárati ajtót, se a főbejáratot, de amúgy ez teljesen mindig. Menjél csak. Mit szeretnének tőle? Na figyelj csak, az a helyzet, hogy van nálad egy laptop. Most verte szét. Micsoda? Letettem az asztalra. Igen. Látom. Szóval ez az a laptop, kiváló. Te! Bi, van egy kis gond. Igen? Szétvertem a laptopot. Ott volt az asztal, és szétvertem. Nem csak a rádiótelefon? Azt hittem ez nagyobb az meg, jó érted? Azt hittem ez nagyobb. Na. Jó, rendben. Kérem uraim, ne bántsanak. Én itt senki vagyok. Értem. Viszont sajnos olyan dolgokat tudsz, olyan dolgokba ütötted bele az orrodat, amiben valóban nem kellett volna. Én semmit hogy, nem csináltam, csak a munkámat végeztem. Értem. Azt nem kellett volna. Hát... Nem igazán szeretjük a rendőröket, ez a helyzet. Se a marsalokat, se a serifeket, bármik is vagytok, bazd meg. Nem bírjuk egyszerűen a fajtátokat. Kérem, ne bántsanak uraim. Nem kell. Menjenek el. Meg nem történté. Tehetjük. Ezt most hogy érted? Nem láttam az arcotokat. Elmentek. Mivel itt szétverted az utcaimat, nem tudok erősítést hívni, se semmit. Nem tudom, hogy kocsival vagy gyalog jöttetek. Hát ez... Sajnos itt más a task, szerintem. Ne bántsanak. Mit tudsz ajánlani? Vagy az ilyen szaros kis életedért cserébe? Nem tudom. Kocsit van eléggé, viszonylag nagy értékű kocsim. Amit föl tudok ajánlani, egész pontosan egy gamerci. Illetve, hogyha olyan dolog van, akkor segíteni is tudok, akár pénzben, bármiben. Csak kérem, ne bántsad. Hát figyelj! Öreg, sajnos nem győztél meg egyáltalán. Ne, várjon. Mit kér? Nem várok semmire, elegem van ebből a szorakodásból. De mit kér és megállapodunk? Semmit az ég egy világon. Ne, csak kérem ne. Bi, tedd a dolgod. Ne, kérem ne. Boló? Aha? Ne, kérem.
Na, skera! Húzzunk innen. Várjál. El is kell ásni, nem? Hát... Jó. Akkor... Jó, hát ezt nem gondoltam át. Várjál. Az van, hogy a... Unpountás mindegy. Igen. Jó, akkor fogd meg a hullát. Fogjuk meg együtt a hullát, akarom mondani. Oké. Bazzik. Bírod? Bírom. Jó van. Beállok a kocsival, várj egy kicsit itt bent. Jó. Lehet, hogy bezártam. Jaj. Nyílik ez. Ja, hogy a kocsit bazd meg, aha. Várj, és a kocsia is zárva van? Hát itt van az autó, mindjárt. Bevágjuk a csomiba. Rakjuk be az ő kocsiába, hozom, nézd. Ebbe jobban elfér. Jó. Akkor vigyük el az övébe, és jöjjünk majd vissza az enyémért, nem? Aha. Ezt így meg lehet fogni, beszarsz neki. Na, sikerült? Aha. Jó. Azt a kúra, bazdmeg. Én nem visszük messzire, itt van egy kis zöld rész. Szerintem, várja. Jaj, ott jó lesz. Te is Biginek mit mondunk, hogy szétbasztam azt a kúra laptopot? Azt még nem igazán gondoltam át. Na majd meglátjuk, tudom. Majd lesz valami, nem tudom. Na de csak nem baj az se, hogyha szétvertük. Szerintem sem, bár még mondta, kifejezetten mondta, hogy kell neki a laptop. Figyelj, oda visszük, mi ahogy visszamegyünk, oda visszük a darabba egy hát, ha meg tudja valakivel javítatni ezt, hello. Jó, visszamegyünk a házba és akkor elvisszük a darabokat. Csak nem lett nagyobb baja, max betört a izé, képernyő. Ja. És csak ide felhozzuk. Jó. Jó kis kocsia volt. Hát. Ide valahova, így. Jó, hogy jó lesz. Jó. Na. Leveszem ezt a kurva maszkot, mert csak folytogat. Na. Mintem csak bazd itt le a földre, az kész. Elkezdek ásni. Jó. Úristen, bazzeg, le is izzadtam rendesen. Na, húzzunk innen a bánatba. Jegyezzük meg, hogy hol volt ez az egész. Hova temettük el. Na, most visszamegyünk a házhoz, és elhozzuk a laptop darabokat. Igen, jó. Melyik ház volt az, bazd meg? Majd én tudom. Tudod? Jól jövök? Nem, másik irányba kellett volna. Jó. Jó, van baj. Most már igazából ráérünk, úgymond. Hát csak a villámpaoltás. Igen, ja, bassza meg. Ja. És itt van, igen, ott a merga. Aha, király vagy. Jó, akkor bemegyek a laptopért? Aha, légy szíves, a kocsit meg kín hagyjuk, ezt a kocsit. Jó. Beállok a garázsba. Jó. Jaj. Így. Hello, cica.
Na gyere, gyorsan, skera, húzzunk. Nagyon gázosan széttört. Mindjárt megnézem. Oké. Okay. Aha, képernyő az betörött, telibe. Aha. Fasza. Nem baj. Na, figyelj! Én nem akarok szarakodni ezzel, megmondom telibe neki a pacekba, hogy mi történt. Nem akarok kamúzni, semmi. Jaj. Amúgy gondolkoztam azon, hogy a csávót életben kéne hagyni, és akkor, hogy ne öljük meg, aztán elfogad, de nem akarom Bigit bírom nagyon, azt nem akartam itt ezért szivatni. A csávó el lett téve. A laptop az nem tudom mennyire lesz fontos, majd most kiderül. Legrosszabb, elmondjuk neki, hogy itt vannak a darabok, megcsináltatjuk. Érted, az kész. De ott a Winchester része nem tűnik annyira vészesnek, ahogy nézem az öletben. Úgyhogy talán megvan még ott. Na majd mindjárt, fú, bazd meg. Na jó. Ne aggódj, nem kell, tehát abszolút vállalom a felelősséget nyilván. Fú, bazd meg. Fú, geci. Na jó van. Na, lehet át kellett volna öltözni. Nem hiszem, jó ez így. De várjál, amúgy. Na várjál, mire kell gondolni maszkhoz? Vedd le! És akkor úgy jó lesz. Tessék? Na, azaz. Fulli. Hozod a cumót? Hozod, jó? Aha. Jó, van nálam a pisztolyom, igen. Geci! Szevasztok! Szép napot! Hello! Na. Gyertek, menjünk be az irodába. Ja, köszi. Jaj, de szép ez a Supra. Supra. Ja, most jött beszereltetni, ezt raktuk kicsit a... Azt a kurva. Gyönyörű! Ja, nem régiben vette a pacek. Ja. Jó drága ez az autó, ilyen 10 millió környékén hasít. Jézus Mária, bazd meg! Ja, a legdrágább autó a városba jelenleg. Crazy. Ja, nagyon crazy. Na srácok, milyen jó hírek. Na figyelj, mondok még valami crazy-t, bazd meg, figyelj, nem fogok kertelni. Tehát a csávó halott, az fix, azt mondtam neked. Tehát el van téve. Nagyon halott. Nagyon halott, el is ástuk mindegy, fönt egy ilyen hegy oldalba. A lényeg az, hogy kipakolta, tehát felszólítottuk fegyverre, hogy pakolja ki, ami nála van. Rádió, telefon, ilyesmi. A szokásos dolgok, ne kommunikáljon senkivel, mit tudom én mi. Annyira fel voltam baszódva, annyira rajtam volt az adrenalin, meg amúgy át kellett utatni az egész házat. Tehát konkrétan nem volt egyszerű megtalálni a csávót. Fent volt az a hálószobájában. Kirakta a laptopját is. Na most azt nem mondtad, hogy ez ilyen kis szar, és szétbasztam azt is véletlenül. Viszont itt vannak a darabok, Bezzet. Azokat elhoztuk. Szóval a Winchester úgy nézzük, hogy annyira nem tré. Tehát az úgy rendben van. Szóval elvisszük megcsináltatni, gondolom fontos lenne az a laptop nagyon. Elég a Winchesterből, igazából az a lényeg, hogy is hozzá, hogy laptopot veszek másikat. Annyira aha, entry. Aha. Jó, bocs, mert tényleg annyira rajtam volt a dübe a... kicsit. Nagyon, persze. Aztán nyilván jött még azzal, hogy próbálkozott ott mindenfélével, hogy akkor kegyelmezzünk neki, az életét hagyjuk meg, stb. De aztán végül is... Tipikus rendőr, nem? Tipik zsernyák, aztán Bobby retten, végül fejbe lőtte. Retten jött az nyali gáta. Persze, tehát utálom a fajtájukat, úgyhogy... Igen. Ugye, a lényeg az, hogy... Megvan. Remélem sírtja az életéért. Egyébként nem sírt egyáltalán. Gondolom nem gondolta rólunk, hogy tényleg meg fogjuk tenni. Hát lehet, hogy meglepődött. Nem volt rá ideje. Hagytatok neki időt gondolkozni? Nem. Bobby elintézte a dolgot. Kicsit kielvezhette volna a helyzetet, hát, Bobby, hogy... Nem tudom, én biztos kicsit megizzasztottam volna. Nem tudom, egy ABC-t mondjon el, vagy valami. Hát, Nem akartuk annyira elhúzni a dolgot, meg siettünk. Gyorsan akartunk, persze gyorsan. Néztétek, vannak-e kamerák? Mert ott az utca be van kamerázva. Remélem, levettétek a rendszámot. Levettük, illetve visszafele az ő autójával mentünk el.
Tehát aha, bonyolultan csináltuk, a lényeg az, hogy, meg van oldva, nem sejtik úgysem, hogy mi van. De a mi autónkon nem volt egyáltalán rendszám, az biztos. Jó. Oké. Kesztyű volt rajtatok? Az nem. De nem értünk hozzá semmihez, semmi az ég egy világon, tehát azért figyeltünk erre. Oké. Jó, mert itt ezek a rendőrök tudni ki fognak menni hozzá helyszínálni, ha megtudják, hogy eltűnt a fala. Igen, sejtető, de... Rá vannak állva erre a sztorira most eléggé. Hát figyelj, mi még a nyilvántartásban nem vagyunk benne. Aha. Tehát, hogy így nagyon nem tudják mivel összevetni. Úgyhogy, de legközelebb akkor mindenképpen kesztyűt is fogunk használni, mindig persze. Mindig tudnak meglepetést okozni, szóval. Aha, sejtem. Reméljük, nem jönnek rá semmire. Basszák is meg. Meg is basszák majd magukat. Majd megbasszuk őket mi, hogyha nem vigyáznak magukra. Ja. Na jó van, srácok, figyelj, az embereimnek már szóltam, szóval az autót elvileg beszállították a garázsodba. Aha. Minden igaz. Szerintem menjünk el, közösen nézzük meg, ha minden meg. Jó, mindenképpen. Jó van, köszi Bigi. Gyertek, menjünk akkor egy autóba. Jó. Itt ez a RAM-mal vagyok most. Aha. Jó. Szevasz, Patrick. Nem viszed el a Suprát, csak valás. Ne vidd már az én spannak a Supráját, meg küldtem a fogaidat. Mit mondtál? Nigger. Nem hallottam. Fokkod meg fel az autómat. Nem hallottam. Menjünk ezzel, vagy a tiétekkel? Ezzel ebbe beférünk hárman is. Ja, akkor... Baszta kúra, mekkora monstrum. Nincs nehéz is beszállni. Nehogy a következő alkalommal. Magyarázzál mennyit, meg kiszállod a szád, he, add a verek. Az a kocsi, he. Szevasz Zulu tesóm, figyeljél, már nem sokára jövök, jó? Még ütök itt egy kört. Nyugodtan, menjél. Jó van, csomézlak. Remélem, nem jössz vissza, szia. Ciao. Te szemtelen vagy, elővesz majd sodrófát. Megverjem? Adjál már neki egy kis leckét, Zulu, he. Mindjárt megbeszélem veled. Nem tud viselkedni. Hát ezek itt kanni... Jaj! Azt a kurva! Ó, baszik Bigi a fejem, geci! Ezek kannibálok. Meg jó, hogy egy ilyen nagy autóba ülünk, he. Attól függ, hogy kicsit volt itt erőhatás, baszki. Azt mondod, de nem éreztem annyira, mint te ezek szerint. Hát persze, mert te ott szépen fogod a kormány, nekem meg nincs kapaszkodom. Ja. Jó, azon átmegyünk ezen a pirosan. Hú, ez dízel, te kurva, olyan felhőket verek itt meg én. Sűrűte. Nem, ez dízel, te kurva. Figyeljetek már, aztán mostanában mibe utaztok? Fegyverekbe vagy drogokba? Hát ja, figyelj, megmondom őszintén, nagyon semmibe, bármibe, amiben lehet. Figyelj, amúgy kérdezni akartam, hogy te tudsz olyasmit, hogy hol kell pénzt mosni? Persze, voltunk rá, hogy ne tudnék. Na, azt egy ilyen infót megköszönnénk majd. Mert van nekünk. Várjál, figyelj, nézd a GPS-t. Aha. Tehát... Akár oda is tudom majd menni, de ott bejelöltem. Látjátok a jelölésemet? Nem. Nem-e? Várjál. Nagyjából nem, várjál. Nem, én nem látom. Most már várjál, most fogom látni, várjál, most megnézem, ha. Ott Sandy Shorts, ugye ez a okay. Középső izé. Ott, ha oda mentek, itt ugye ezek ilyen banda területek. Tehát ésszel kell oda menni. Egyrészt látják, hogyha ott vagytok. Aha, térképen frissül. És hát oda mennek, ha észrevesznek, nyilván. Uh-huh. És hát aki jártasabb, az tudja, hogy miért mentek oda. Persze. Már ez a medkészítő, amit most mutattam. A mosó, az pedig... pontosan várj, itt várj, van. Várj, amit most mutattál, az a... Ja, a mosó, az a medkészítő. Tehát a medkészítő labor van. Tudtok összetenni a vegyszerből drogokat, metet. Uh-huh. Amit most jelöltem, az pedig a pénzmosó. Na látom, arra viszont paletom. Eléggé rá vannak kattanva, szóval oda ketten az... vagy kis mennyiségű pénzt mossatok ki. Tehát ilyen 50 vagy 100 ezeret maximum. Uh-huh. Mert ha meglátják azt, hogy ott autók állnak, akkor arra azonnal rámennek. És ott nem kérdeznek, hanem az agyonlőnek azonnal, hogyha meglátnak. Szóval az egy para hely nagyon. Jó. Észre csináljuk akkor. Egy hátsó ajtó, ott a lényegében a benzinkút hátánál, egy hátsó ajtó. Akkor tudtok bemenni, hogyha van nálatok vegyvédelmi ruha. Mert oda vegyvédelmi ruhával kell bemenni. Aha. Illetve egy kicsit ott kell legyetek a területen, hogy a tiétek legyen a terület biztonságosan. Aha. Jó. Vágod? Persze. Ennyi igazából. Jó. Csak mondom óvatosan, az autót a célszerű ott eldugni. Hogyha valaki elautózik a főúton, akkor ne látszódjon. Tisztosan, rendben. Jó.
Menjünk be. Így geci. Azt a kurva, mi a fasz? Sanyi, mekkorát borult. Na jó, hát várjatok. Na meglépünk, mielőtt itt baj lesz. Igen, 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 igen. Bevonnak minket. Vagy ránk jönnek a rendőrök. Hát nem szorozó még egy percig se. Hát nem szeretnék most belekeveredni ilyen dolgokba. Persze, persze. Hú, elfér ez itt? Hát... Ja. Nagyon nagyok vagyunk, tesszük nyugi. Full control. Kurva, az a kocsi bázni? Na, elég bika amúgy. Azért vettük már. Rosszabb helyzeteinkbe fölmegyünk a hegyen, aztán csumi. Durci, durci. Ja. Nézzük meg a garázsba a cumót. Mi az áru. Right. Minden igaz, akkor egy szép kis 4x4-es gamerci. Uh-huh. Vedd elő, nézzük meg, mert elvileg nálad van. Jó. Na. Valami elbetűs rendszám volt, ha jól emlékszem. Aha, ez a LEL 269, azt hiszem. Az lesz, az nézzük meg. Bad meg. Hála tesó, bújj be az autó mögé. Jajajaj, várj, bemegyek ide, gec. Jó, futi. Mi a fasz van itt? Hát nincs ám fegyver, szóval... Hát itt valami összekülönbözés volt a rendőrök meg a... kékek között, ahogy elnézem. Jó, és hát a kékek azok engem nem nagyon szeretnek, szóval jobb így maradni most fegyver nélkül. Aha, aha. Ha, ott futkároznak. Kinézek. Oké. Okay. Bezd meg, na várja. Keres Tucker? Hát, meg nem. Oké. Okay. Nem vagyunk még. Tehát nem hiszem, hogy ide be fognak jönni. Sok a kamera. Még a kamera? Hű, bezd meg. Hű, még mindig lőnek, bezd meg. Vigyázzál. Az az animáció, geci. Aha. Hát itt valami nagy probléma van. De valami van. Nál az nem jellemző. El kéne húznunk, olajra kéne lépnünk, nem? Ja, igen. De abban a rampa van, nem nagyon van benzin, úgyhogy... Na, akkor pattanjunk be. Vigyetek magatokkal. Gyere. Redline-hoz? Ja, tipli. Fent megyünk ki. Na, itt ezek, közel megyünk hozzájuk, szerintem ezek mindenre lőnek. Jelenleg. Rendőrök is, meg azok a Redline-t? Ha? Egyenesen, menj át. Erre is. Jó, mindegy, jó. Ez egy jó kis gamerci amúgy. Hú, ez rendben van, nagyon ez a kocsi. Ja. Hát köszi Biggie, tényleg! És mit, hát én köszönöm, hogy elintéztétek ezt a dolgot, mert lehettek volna még ebből a problémát. Elvileg másolatot nem csináltak semmiből. Legalábbis a korruptom azt mondta, hogy nincs másolat. Aha, reméljük ez tényleg így is van. Hát remélem, bazen, mert különben itt bujkálhatok. Az biztos. Ezek itt rám razziáznak. Múgykor is bejöttek ide a szerelőtelepre, azt vitték az embereimet. Fasza, az komoly. Kemény volt. Jaj. Na, veszem már ezt a szart. Nekem mondjuk egy kipa jobb belük. Hello, bátyosok. Hello. Ameddig nem az én fenekemet nézögetik, addig nincsen gond vele. Az. Na, figyelj, hoztál nekem árut? Na, menjünk, nem? Mondjad, bocsánat. Hoztál nekem árut? Persze, természetesen. Nagyon jó. Neked jó, akkor Biggie, kocsanunk. Még, jó, kocsolunk, ha van valami, aztán jaj. Szólok. Meg jó, ha van jó. Kérdés, akkor nyugodtan keressetek. Right. Köszi szépen. Szép napot, aztán csak óvatosan. Jók legyetek. Hello. Tíz, hello. Az epizód végéhez érkeztünk. Hamarosan folytatás következik. Jöhet az out? Ró! Szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá Lustába! Na csáá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 á